Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Szerda Esti Híradó, lássuk a legfontosabbakat röviden. Elkészült az útalap Lesi város részben. 95. születésnapján köszöntötték Jenei Jánosné Benkő Piroskát. Megrendezték az első marosmenti roma vándor gyermek foci kupát. Elkészült az útalap Lesi város részben, ezzel a vasútsoron több évtizedes probléma oldódott meg. 50 család életét könnyíti meg, hogy új burkolatot kapott Lesi főutcája, amely az ott élők 20 éves álma vált valóra. Van olyan ismerősöm, aki már 70-es évektől itt lakik, végig szenvedte mindazt, amit ez az út hiány jelentett. Volt, aki már 56-tól a túlkámam a 90 éve, és ünneplésével dicsekedett, hogy 56 óta ez a hiány itt volt, és hadd mondjam dicsekedve, hogy most megoldódott. Április végén kezdődött meg a beruházás, amelyet a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Külső vállalkozó bevonásával végzett el. Egy útfeltöltési munka történt egész vasútsor hosszában, egy 730 folyóméteren. Zúzott beton alappal és egy zúzott aszfalt szórása, amit most látunk. Ez már azt mondom, hogy élhető történt. Tulajdonképpen a Lesének a főútja az ezzel szinte szilárd burkolatot kapott. Itt a lakók elmondása alapján, illetve az úton járó autók alapján azért zongorázni lehet a különbséget, úgyhogy szeretik, kedvelik és jól fogadták az itt élők. A munkálatok 3 hét alatt készültek el, így az itt lakóknak már nem kell száraz időben poros, esősben pedig sáros lábbal végigmenni a vasútsoron. Akkor jött a dicséret, hogy hoppá, de jó, mert azért most, amit járdán ütköztek, vagy kapunk kijövő emberkével találkoztak, aki kint lakik, most az úttesten szélesebben, normálisan elmennek, sőt, örömmel láttam fiatalokat is, akik már kint az úttesten mentek az állomásra, hogy menjenek haza, mert itt voltak Makó térségében egy kiránduláson. Ezzel nem fejeződtek be a fejlesztések Lesiben. A jövőbeni tervek között szerepel a csapadékvíz elvezető árkok építése, amelyet a közfoglalkoztatási mintaprogrammal kíván az önkormányzat megvalósítani. Utcafórumot tartott Farkas Éva Erzsébet és Veszeliné végső Henriett. A képviselő beszámolt eddigi beadványairól a Szent János téri fórum résztvevőinek. Makó polgármestere továbbra is tartja a személyes kapcsolatot a város lakóival. Hétfő délután Veszeliné végső Henriett képviselővel közösen utcafórumot tartottak a Szent János téren. Farkas Éva Erzsébet azon városi intézkedéseit ismertette, melyek a lakosokat segítették, az önkormányzati képviselő pedig az általa benyújtott indítványokat sorolta fel. Mivel nincs város részem, én ugye listán jutottam be, ezért én mindenkivel foglalkozom, tehát aki hozzám bejön és megkeres, én mindenki problémáját szeretném segíteni, vagy megoldani, vagy legalábbis elkezdeni. Ugye elsősorban, amikor ugye a Vertán Endre emlékfa ültetését ebben kezdtem, illetve a Makovesztéri parkolás rendbetételével. Utána kérelmet adtam be a Szép utcán a gömbtükör elhelyezésére, ami hála Istennek sikerült. Utána a családvezetéri parkoló rendbetételét, az is folyamatában van, illetve egy részét be tudtuk fejezni. Voltak, akik kíváncsiságból jöttek el, ám olyanok is akadtak, akik konkrét kérdéseket feszegettek, többek között a Makovesztéri parkolás rendezésének ügyét. Kíváncsi voltam, hogy miről lesz itt szó, de hát előzetesen is a választási programban szó volt itt a fürdő továbbfejlesztéséről. A városon belül mondjuk a sportfejlesztés, könyvtár, amiről szó volt, piacfejlesztés, ilyesmi. Azt hallottam, hogy a Makovecz téren uralkodó áldatlan állapotok ellen szeretne valamit tenni. Én a Makovecz téren lakom, igen. Volt egy kezdeményezés, ami szerintem jó volt, de aztán azt valaki felülbírálta, megszüntették, most nem tudom, hogy mi fog következni, vagy mi lesz. Farkas Éva Erzsébet polgármester az elmúlt fél esztendő polgársegítő intézkedéseit ismertette az utcafórumon. Itt szó esett többek között a mezőri járulék 50%-os csökkentéséről, a sport és civil egyesületek, valamint nyugdíjas klubok támogatásáról. Az év elején Csongrád megyében itt térségünkben is elindult a vastagbélrák szűrési mintaprogram. A központilag szervezett szűrés sikeresnek mondható, ennek hatására biztosan lesz folytatása. Az utóbbi néhány évben megváltozott az egészségügy szemlélete.
A betegségközpontú ellátást kezdi felváltani az egészségtudatos életmód és a megelőzés, a prevenció. Számos betegség korai stádiumban szűrővizsgálattal időben felfedezhető és gyógyítható. A daganatos betegségek között nagyon sok olyan betegséget találunk, amik alkalmasak erre a szűrővizsgálatokra. A vastagbél daganat egy eklatáns példa erre. A betegségnek a gyakorisága egyre nő napjainkban, a vizsgálati számoknak az emelkedésétől függetlenül. Körülbelül éves szinten Magyarországon 9000 új megbetegedéssel számolhatunk, és 5000 új halálesettel. Pedig a vastagbélrák korai diagnosztikával csak nem 100%-ban megelőzhető. Az elmúlt év végén az ANTS Országos Tisztiorvosi Hivatala egy vastagbélrák szűrési mintaprogramot indított Csongrád megyében, melynek tapasztalataiból tervezi az országos szűrés bevezetését. Makonés térségében az év elején indult a program a térség házi orvosainak csatlakozásával, akik központilag levélben hívták szűrésre a veszélyeztetett 50-70 év közötti korosztályt. Postai úton kaptam egy értesítőt névre szólóan, amelyben lehetőséget kínáltak arra, hogy ezen a szűrésen részt vehessek. A tájékoztatóban szerepelt az, hogy a házi orvost kell felkeresni, és egy mintavételre alkalmas kis csomagot kaptam, amelyet utána postára kellett adni, és néhány hét elteltével kaptam egy e-mailt, amelyben az eredményről értesítettek. Hát egy kicsit szíven ütött, mert az egyik mintavételem pozitív lett. Ekkor kerestem fel a házi orvosomat, és ő egy beutalóval ide küldött a főorvos úrhoz. A szűrővizsgálat eddigi tapasztalatait és annak létjogosultságát pozitívként értékeli a Makói Kórház főorvosa. Jók a tapasztalataim, azt kell, hogy mondjam. Tehát én akikkel találkoztam betegekkel, akik eljöttek, úgy vettem észre, hogy abszolút egészségtudatosan jöttek el. Tehát értették ennek a dolognak a létjogosultságát, értették, hogy miért vannak itt, és ennek megfelelően viselkedtek. Makai Anikó, az LVP egészségfejlesztési iroda szakmai vezetője szerkesztőségünknek elmondta, a szűrés tovább folytatódik, hiszen az Országos Tisztiorvosi Hivatal október végéig meghosszabbította a programot. Így az érintett korosztály a napokban, valamint július végén számíthat szűrésre invitáló levélre. A vastagbélrák szűrés eddigi tapasztalatairól ma este a híradó után 18 óra 15 perctől láthatnak hosszabb beszélgetést Diagnózis című magazinunkban. Most pedig rövid híreink következnek. Az elmúlt napokban két szórólappal is találkozhattak a makói lakosok. Az egyikben a Fidesz Magyar Polgári Szövetség helyi szervezete többek között azt nehezményezi, hogy a demokratikus koalíciónak nem jutott eszébe kifogásolni azt, hogy a makón élők fizették a térségben a legmagasabb vízdíjat. A szórólap azt is felveti, milyen könnyen lehet multimilliómossá válni a polgárok pénzén, és miért nem állnak ki az érintettek egy elfogadható magyarázattal. A DK választókerületi elnöke mai sajtótájékoztatóján ezekre is reagált. Nem is a mondani valója, hanem a stílusa. Tehát ezt a szórólapot én ezt így félrerakom, jótékonyan nem kívánok rá reagálni, először is azért, mert számos csúsztatást tartalmaz, sok olyan kiemelés van, ami gyakorlatilag szövegkörnyezetéből kiragadott mondat. A Fidesz másik szórólapján Medgyessy Pál prémiumával és egyéb juttatásaival együttes jövedelme is szerepelt, ami átlagban havi 1 millió 250 ezer forint volt, melyet a DK azonban nem így számol. Mondhatjuk, hogy nettó 525 ezer, azt is mondhatjuk, hogy bruttó 750 ezer, de nem 1 millió 250 ezer forint. Az egy másik kérdés, hogyha megnézzük, hogy milyen prémiumokat és hogyan kapott, és hogy átlagban ennyire jön ki, de az nem a fizetése volt. Időközben az is kiderült, hogy nem csak az igazgató részesült a jutalmakból, ugyanis három év alatt több mint 360 millió forintos prémiumot osztottak ki a dolgozók között. Végül a DK azt a javaslatot tette, hogy a hasonló szórólapok költségét a Fidesz a jövőben ajánlja fel gyermekétkeztetésre. Ma tartotta májusi fogadóóráját Farkas Éva Erzsébet Makó polgármestere. Délután közel 40-en keresték fel a város vezetőjét, akihez ügyes-bajos dolgaikkal, panaszaikkal, javaslataikkal fordultak a lakosok. Elsősorban szociális ügyek és lakások, valamint a Honvéd városrész rehabilitációja kapcsán érkeztek megkeresések. A polgármester nem csak irodájában fogadja a város lakosait, ebben a hónapban utcafórumokat is tart, tervei szerint június elejéig minden városrészbe eljut képviselőtársaival együtt.
A Magyar Posta ZRT a személyi jövedelem adó bevallási határidő utolsó napján, azaz a mai napon, az előző évekhez hasonlóan számos postán hosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket. Több budapesti posta éjfélig van nyitva, de a megye székhelyeken is legalább 1-8 óráig nyitva lesz. A Makó és környékiek a szegedi Tesco postán adhatják fel bevallásukat este 8-ig. A Magyar Posta felkészült a várható forgalom növekedésre, ugyanakkor az ügyfeleket arra kéri a társaság, hogy időben érkezzenek a postára, vegyék figyelembe a várakozási időt. A Magyar Posta a küldemény felvételét a tényleges felvételi dátummal ismeri el, így ha az ügyfél a határidő napján közvetlenül éjfél előtt érkezik a postára, de a küldemény felvételére csak éjfél után kerül sor, akkor azon a tényleges dátum kerül rögzítésre. 2015. május 21-én, azaz csütörtökön vállalkozói fórumot tart a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége. A 19 órakor kezdődő rendezvény meghívott vendégei Lázár János országgyűlési képviselő, miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár és Karsai Tamás gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár lesznek. A vállalkozói fórum témája a vállalkozások fejlesztésének lehetőségei a következő években. A fórum helyszíne a Walker Kft. Központi telephelye, ahová minden érdeklődőt vár a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége. 95. születésnapján köszöntötte Jenei Jánosné Benkő Piroskát Cirbus Gábor alpolgármester. Az ünnepelt jó egészségnek örvend, újságot olvas és tévét néz. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok! És majd még szeretnék egy emléklapot is átadni önnek, ami az ön nevére szól. Így köszöntötte Círus Gábor alpolgármester 95. születésnapján a makói Jenei Jánosné Benkő Piroskát. Az ünnepet 1920-ban született és Kövegyen élt. Paraszti munkában dolgoztam én kint a bőtbe. Szóval mellett csináltam ezeket a hímzéseket, úgy esténként ráértem. Télen, nyáron nem értem rá. Volt búza, kukorica, kapáltunk kukoricát, árpa, hagyma, apró, pici hagyma, meg mit tudom én, minden vetemény volt. A család a kövegyi évek után költözött be Makóra. Apósom, anyósom itt volt, itt laktak, aztán meg itt 66 éhez, azt akkor a tanyát ott kellett hagyni, meg a fődet, azt akkor ide tudtunk begyűnni. Makón az uram az más munkában volt, az nem volt éhezbe, az a Bulánnál dolgozott, onnan ment nyugdíjba. Piroska néni egyébként jó egészségnek örvend, egyedül a végtagjai fájnak. Minden nap elolvassa az újságot és nézi a tévét. Nagyon meglepődött, hogy egy ekkora társaság köszöntötte őt fel. Örülök neki. Nem gondoltam, hogy ennyien megemlékeznek rólam. Piroska néninek egy lánya, 2 unokája és 4 dédunokája született. A hétvégi Roma Családi Nap szerves részét a sport tette ki, ugyanis első alkalommal rendezték meg a marosmenti Roma Vándor gyermek foci tornát. A hagyományteremtő céllal megrendezett futball tornán a makóiak győzedelmeskedtek. Szép cselek után bepassz, majd gól. Ez volt az egyik találat, amit a makóiak szereztek az első marosmenti Roma Vándor gyermek focikupán. A tornát a Roma Családi Nap keretein belül rendezték meg, hagyományteremtő céllal. Nagyon örültem neki, hogy a mai gasztronapon nem csak a gasztronómia került előtérbe, hanem a sport is. Úgy gondolta a Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete, hogy egy gyermek foci tornát is szervez erre a mai délelőtre programként, és 4 csapatos torna lett belőle, amit szeretnének hagyományjá tenni, és egy vándorkupát hoztak létre erre az alkalomra. Nagyon ügyesek voltak, nagyon jól játszottak a csapatok. Nagyon örülünk neki, hogy fontos szerepet kapott a mozgás, és én külön örülök neki, hogy a foci került előtérbe ezen a mai délelőttön. A vendéglátó makóiak kimondottan erős csapatot tudtak összerakni a tornára. Nagyon örülök neki, hogy ebbe az erős csapatba kerültem, mert nagyon jó az egyik támadónk, a Christopher, és az a jó, hogy jó a védősorunk is, meg a kapusunk. 8-0-ra nyertünk, és
Jó volt, mert voltak nálunk kisebbek is, és ez könnyű volt nagyobbat fejelni. Az egyik mérkőzésen a szegediek 7-2-re verték a Tisza-szigetet, annak ellenére, hogy csak a meccs előtt álltak össze, nem sokat készültek. Itt csak összeszedtük az embereket, nem tudtuk, hogy ilyen lesz, a végén szóltak, hogy lesz ilyen. Öten vagyunk, játszik benne Tatár Márk, én, Atika, Alex és Pisti. Jó. Ki az edzőtök? Táncos Attila. A Vándorkupa végül itthon maradt, hiszen a makkújak nyerték meg a tornát. Híradónk végén lássuk még egyszer a legfontosabbakat röviden. Elkészült az útalap Lesi város részben. 95. születésnapján köszöntötték Jenei Jánosné Benkő Piroskát. Megrendezték az első marosmenti roma vándor gyermek focikupát. A hírek után néhány szó a holnap várható időjárásról. Lassan mozdul kelet felé az a hullámzó hidegfront, mely a következő napok időjárását határozza meg. Ennek hatására csütörtökön is sokfelé várható zápor, zivatar, hevesebb zivatarok is lehetnek felhőszakadás, jégeső és viharos szél kíséretében. Reggel 16, délután 23 fok várható. Kedves nézőink, Önök a Makói Városi Televízió szerdesti híradóját látták. Ne feledjék, hogy híradós anyagainkat újból megtekinthetik a Makói VTV YouTube csatornáján, illetve a www.makotv.hu weboldalon. A híradónk után 18 óra 15 perctől Diagnózis című egészségügyi magazinunk kezdődik, 18 óra 40 perctől a Rákász Gergely koncerten készített felvételeinkből láthatnak részletet, és a koncertorganistával is készítettünk interjút, ebből is láthatnak részleteket. 18 óra 55 perctől pedig a Kankalin Néptánc Együttes műsorát láthatják. Én mára megköszönöm figyelmüket, örülök, hogy velünk tartottak, minden jót kívánok, viszontlátásra!